A megemlékezés kiállítás megnyitóval kezdődött. A tárlat Szenteleki eddig ismeretlen kézirataiból, tárgyi emlékeiből, fényképeiből és festményeiből állt össze. Írásaiban Szenteleki Kornél olyan problémákkal foglalkozott, amelyek ma is visszaköszönnek a mindennapjainkban, hangzott el a megnyitón. Szentelekinek, ha lehet ilyen nagyon rossz kifejezésre élve, igenis van üzenete még a mai szerzőkhöz, és nem csak az irodalmárokhoz, hanem a teljesen hétköznapi emberekhez is. A Szenteleki Kornél irodalmi díjat idén Váradi Tibor akadémikusnak, a Bazsalikon műfordítói díjat pedig Orcsik Rolandnak ítélte oda a zsűri. Váradi Tibor nagymótra visszatekintő nagybecskereki jogás családjának hátramaradt ügyvédi irataira alapozva írta meg sajátos szövegeit. Az irodalomba való visszatérésemnek hát egy alapja a családi irattár, és itt nagyon sok szenteleki levelet is találtam. Úgyhogy ez a szenteleki díj emiatt most egy külön öröm számomra, mert valamiképpen egy múltat jelentett meg ismét. Orcsik Roland 2 évtizedes műfordítói, szerkesztői és irodalomszervezői tevékenységével jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy felélénküljenek a délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok. Ismét egy bezárkózásnak vagyunk a szemtanúi, és ilyen időszakokban mindig a nyitottságért meg kell küzdeni, mert ez tulajdonképpen a maga természetesség, mert hogy megnézzük, hogy milyen ez a régió, Szenteleki mondja, itt nem csak magyarok élnek, ugye itt szerbek is élnek, itt másfajta nemzetek is élnek, és a itteni mondjuk vajdasági magyar irodalom ettől más, hogy ilyen hatásokat is befogad. A rövid művelődési műsor után megkoszorúzták a Szenteleki Kornél és Mladen Leszkovát szülőházánál állított emléktáblákat, majd a temetőben elhelyezték az emlékezés virágait Szenteleki sírján.